Sziasztok, én Forzor vagyok, és ma azt fogjuk megnézni, hogy mennyi idő alatt tudom kirakni az összes Rubik kockámat. Úgyhogy ez itt az összes kockám, és hogyha tippelnem kell, akkor szerintem, hát nem tudom, fél óra talán. 20 perc, fél óra lesz szerintem nagyjából. De erre tippelek, kommentbe írjátok le, hogy szerintetek mennyi időbe fog telni, hogy kirakjam ezt az összes Rubik kockát. Úgyhogy akkor kezdjünk bele. Illetve először csak keverjük őket össze. Még az is sok idő lesz szerintem. Jó, ez itt az összes kockám. Milyen kevés. Nem több voltam így összekeverve. Hát nem tudom mi lesz, mert ezt a Wind Mirrort már régen nem csináltam. Nem is tudom, hogy pontosan hogy kell. Itt van egy apróka 2x2-es, ezt valami rettentően nehéz forgatni. Ugyanúgy, mint ezt a Rubik Stúdiós kockát. Le fog szakadni a kezem. Na és akkor itt is vannak, szerintem egyszer egyesről fogok kezdeni. Aztán 2x2-esek, aztán nagyon, hogy megyek fel. Úgyhogy akkor 3, 2, 1 és... mehet, jó, akkor nézzük egyszer egyes. Megvan kicsi, hol itt a 2x2-es, gyorsan a 2x2-eseket. Megvan. Háromszor hármasok. Ó, ez jó az a kocka. És felejtettem, hogy ez ilyen jó. Jó, ez megvan. Ez már nem forog olyan jól. De... sem gond. Uha, ezt elrontottam. Ez nem volt vicces. Szomorú volt. 4 kocka és majdnem 2 perc telt el. Nem tudom mi lesz így. Hú, fájnak az ujjaim. Jaj. Oh. Jó legyen ez, ez vicces. Hogy is kellett ezt? Ja. Így és akkor... így. Jó, ó, ez nehéz lesz, mert ez olyan nehezen forog, hogy ez rettenetes. Ez csuklóból kell forgatni, ami most fáj nekem, úgyhogy ez nagyon jó. Hú, ez talán fog ezt az egy kockát tartani, megcsinálni, még az eddigi ilyeket összesen. Nem ismerek ránézni az időre. Legyen egy 4x4-es, legyen ez, mert ez jobb. Majd szerintem, hogyha egyszer több kockám lesz, akkor még egyszer ezt megcsinálhatom akár. És akkor megnézzük, hogy fejlődtem-e valamit, vagy sem. Nem tudom, ez... hú, nehogy szétessél! Szétesett? Oké. Okay. Jó, ezt össze kell majd rakni, legyen inkább ez a 4x4-es akkor. Hogy is van itt? Ja, tudom már. Vagy nem? De talán tudom. Jaj, mi? Ja, mi? Oh, végre. Oh, az is meg. Oh, jaj, ez most jön ez a picike. Azt egyáltalán nem szeretem, és sőt. Ez olyan rossz, picike. Meg az a baj, hogy a algoritmusokat azért én nem tudom, hogy így fejből, csak így a kezem tudja már. És azt ilyen picikén elég nehéz, hogy alig forog. Ah, jó, ez összejött. Ez meglepő, azt hittem, hogy ezt is el fogom rontani. Na csak ezt nem kéne itt elrontani, és minden nagyszerű lesz. És minden nagyszerű. Már csak ez kell így. Ez az a baj, hogy szét kell szedjem még jobban, hogy össze tudjam tenni. Ennek nem örülök. Ide jön ez a darab, és mondom, az itt rosszul is lesznek bent. 5 percem van már csak. Ez jön ide, nagyszerű. Ezt beleteszem valahogy. Nem tudom, hogy. Mesélünk itt egy is. Jó, belement, jó, gyerünk. Gyerünk, mondom, gyerünk! Na, 2 perc van már csak. Necces lesz, azt kell, hogy mondjam. Főleg, hogyha rosszul raktam össze valamit, és nem fog jól működni. 1 perc. És
már csak egy olyan, mint egy 3x3 subi kocka, és egy 3x3 subi kockát ki tudok rakni valószínűleg egy perc alatt, úgyhogy... Á, nem igaz, most pariti van, és ez... Hú, ez hogy volt? Á, jó, ez nem lesz meg. Á, ez baj, ezt már rég csináltam, és nem tudom pontosan, hogy hogy volt. Így, jó, hú, cél egyenesben vagyunk, ezt rosszul raktam be. Na mindegy, és... Á, mit csináltam? Jó, 20 perc, 16 másodperc, 95 szekundum. 15 másodperc. Jó, és sikerült is megcsináljam, mind a 13 kockát sikerült kirakni, bár hát 20 perc alatt sikerült nagyjából, úgyhogy ez percenként, illetve ez kockánként nagyjából úgy. Egy egész valamennyi perc. Bár elég sok idő ment el sajnos azzal, hogy ezt összerakjam. Na mindegy is. Hogyha szeretnéd ezeket a kockákat, illetve ezek közül valamelyiket, akkor a leírásban lesz egy link, illetve egy kupon, ami 5% kedvezményt ad neked az rkocka.hu oldalon. Úgyhogy nézz körül, hát ha találsz valami kedvedre valót. Viszont ez a videó ennyi is lett volna, majd találkozunk legközelebb. Sziasztok!